Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás június 10-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, mit közöl veletek, vagy milyen lépéseket tesz irányotokba? Ehhez jön egy napi kártya. Az első kérdés az volt, hogy mi foglalkoztatja őt, mik a gondolatai és tervei. Itt láthatunk egy királynőt. Ez a királynő uralkodik a tűz eleme felett, és a tűz eleme szimbolizálja a lelkesedést, a bátorságot, és pontosan így lát titeket, így gondol rátok. A második kérdés pedig az volt, hogy milyenek az ő érzelmei. A választ mutatja ez a kártya. Mint ahogy ez a csillagász figyeli a csillagokat és érdeklődik a csillagképek felett, pontosan ilyenek az ő érzelmei. Figyel titeket, azon kívül a csillagok szerencsét hoznak. A harmadik kérdés pedig az volt, hogy mit közöl veletek. Ez egy ilyen ámor üzenet, és mit üzen ámor? Természetesen a szerelmet. Szerencse a szerelem területén. A napi kép közöl veletek egy közös utat. Ez az út kivirágzik előttetek. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást. Vagy a három kérdőjeleset, vagy egy másikat, asztrológiával, vagy asztrológia nélkül. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!